Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Radio hallgatót. Egy olyan beszélgetés következik, amelyre már volt példa, mert hogy az interjú alanyom ismételten Vicsápi Natália tudatosságtanító lesz. Szia Nati! Sziasztok, kedves hallgatók! Szia Tamás! Örülök, hogy újra itt vagy velünk, és ismételten van egy nagyon jó témánk, konkrétan az, hogy nem jó félelemben élni, de akkor miért ragaszkodunk hozzá? Hát, először is téged hallgatlak, aztán majd persze én is elmondom a véleményemet. Hát igen, azt látom, hogy az emberek, akik hozzám fordulnak, ugye általában félelmekkel fordulnak hozzám, és elindulnak a tudatosság útján, és a legnagyobb dolog ezt a ragaszkodást elengedni. És nagyon sokszor teszem fel nekik a kérdés, hogy ha nem jó neked, akkor miért ragaszkodsz hozzá? De ugye az, hogy miért élünk félelembe, ennek megvan a biológiai háttere is, hogy a hátsó agyunk az elraktározza az összes olyan traumát, összes olyan félelmet, amit gyerekkorunktól átmentünk, sőt, elraktározza a fogantatásunk pillanatában a szülők DNS-ét is megörököljük, és a szüleink félelmei is ott vannak bennünk DNS-ek formájában elraktározva. Tehát valójában már mikor megszületünk, ezek a kódok bennünk vannak. Ez az a generációs hátizsák, amit cipelünk tovább. És az önismeret útjára szükséges ráállni ahhoz, hogy megnézzük, hogy mi a generációs félelem, amit mi megörökültünk a szüleinktől, és mik már azok a, én úgy hívom, hogy fiókok a hátsó agyban, amit mi már félelemként a agyunk elraktározott, és bizonyos helyzetekben ezek a fiókok kihúzódnak. De addig még nem vagyunk erre tudatosak, nem indulunk el a tudatosság útján, és ezeket nem fedezzük fel, hogy aha, igen, akkor itt megijedtem, és a következő helyzetben automatikusan félek, vagy harcba állok, vagy védekezek, addig nem tudunk ezekkel semmit se csinálni. Uh-huh. Hát Nati, nagyon sokan tudják rólad, hogy te vagy a változás nagykövet, a Nati metód megalkotója, és hát segítő kezet nyújtasz, de azt szerintem jóval kevesebben tudják, hogy ténylegesen, amikor valaki hozzád fordul, akkor hogyan nyújtasz segítséget, és én szerintem erre nem csak én vagyok kíváncsi, hanem még rajtam kívül nagyon sokan. Egy picikét mesélsz erről? Igen, miben más a Nati metód, vagy hogy jött a név, ezt valójában nem én találtam ki, hanem a hallgatók kezdték el így hívni, ugyanis én a csoportos terápiákba hiszek, tehát ez a coaching folyamat, mikor ülnek és beszélgetnek a páciensekkel, vagy az emberekkel, nagyon nehéz rámutatni arra, hogy mi az ő félelme, ugyanis nagyon sokszor ez olyan mélyen van elrejtve és szőnyeg alá söpörve, pontosan el akarjuk kerülni ezt a érzést, ezt a félelmet, ezért nem veszünk róla tudomást. És a Nati metód úgy működik, hogy igen, először eljönnek hozzám egy személyes konzultációra, ahol megbeszéljük, én úgy szoktam mondani, mi a diagnózis, tehát mi az, amit oldani kell, hogy ez most egy párkapcsolati probléma, vagy egészségügyi probléma, vagy pedig munkahelyi probléma, tehát ezt megbeszéljük. Utána van egy ismerd meg önmagad programom, ami 3 napos, ez online végezhető, és ebbe a programba a 3 nap végére gyönyörűen fölfedezik a hallgatók azt, hogy mi az a generációs félelem, mi az a generációs érzés,
mi az a minta, amit cipelnek, és ami alapján éljük az életüket. Tehát a 3 nap után rájönnek arra, nem is ők irányították az életüket, hanem a szokások ezek a szülői minták alapján csináljuk ugyanúgy, amit láttunk. És a 3 napos ismer meg önmagad program után, utána jön a 7 napos elvonulás. Természetesen közte szünetek vannak, hogy amit a hallgatók fölfedeznek, vagy amit elindultak az önismeret útján, és amit megláttak, hogy ezt legyen lehetőségük az életbe is megtapasztalni. Hú, komolyan ugyanúgy csinálom, mint anyám. Hú, a munkába ugyanúgy viselkedek, amit édesapámtól tanultam, és akkor, mikor vannak ezek a megtapasztalások, és azt mondja, és tud dönteni az, mert hogy oké, akkor én szeretnék végre a saját sorsom igazítását a kezembe venni, akkor jönnek egy 7 napos elvonulásra. És ezen a elvonuláson valójában az életük játszódik le kicsibe, minden egyes élethelyzeten keresztül megyünk, azzal a különbsége, hogy már ott vagyok, és segítségként meg tudom nekik mutatni, hogy milyen érzelmeket raknak bele az emberi kapcsolatokba, például a munkában vannak ott feladatok, és azon keresztül jönnek rá, és látják meg azt, hogy fú, most komolyan beleraktam a félelmet, komolyan belerakom azt, hogy vajon elég jó vagyok-e, komolyan belerakom a versenyt. És mivel ez csoportos foglalkozás, tehát max. 30 ember lehet jelen, akkor a másikon keresztül látjuk meg azt, amit mi magunkban nem akarunk meglátni. Ugyanis ez egy köztudott tény, hogy a szomszédnak nagyon jól meg tudjuk mondani, mit kellene csinálni az életével, amikor magunkra van szó, akkor magunkat nem látjuk. És ezért én a csoportos terápiákban hiszek, hogy a másik emberen keresztül sokkal intenzívebben jut el az ember oda, hogy fú, hát én ugyanezt csinálom, vagy valaki, ez is az én szavam járás, hogy valaki kiveri a biztosítékodat, és most épp elkezdő haragudni rá, vagy valami, akkor ott is gyönyörűen megmutatom, hogy ugyanazt csinálja, mint te, azért nem vagy képes elfogadni, mert magadban ezt nem akarod meglátni. Tehát ezeknek az interakcióknak köszönhetően a 7 napos elvonuláson gyönyörűen magukra ismernek. Tehát ez a 7 napos elvonulás olyan, mikor a otthonon maradt családtagok azt szokják mondani, hogy valaki eljött, és egy más ember ment haza, tehát jön a régi éned, és egy új nézőpontból lát magadat. És ezután a 7 napos tanulás után van egy fél éves szünet, hogy megtapasztalják, hogy mikor nyúlok vissza a félelemhez, mikor nyúlok vissza a szokáshoz, és utána van egy 4 napos elvonulás, aminek az a címe, hogy mélyülj a tudatosságba, de valójában az életcélok keresésével foglalkozunk, ugyanis én abba hiszek, hogy valamilyen küldetéssel született le minden egyes ember erre a világra. Mindenkinek megvan a saját küldetése, és addig még ezt a küldetést te nem látod, addig csinálod a megfelelési kényszerekből, a elvárások alapján az életedet, tehát, hogy mit vártok el a szülők, mit vártok el a tanítók, hogy mi a jó fizető állás, és akkor azért ezt csinálom, de nem azon az úton jársz, ami a küldetésedhez vezet, vagy a küldetéseddel azonos. Úgyhogy utána ez a 4 napos elvonulása nagyon szépen, és nagyon sokszor, Tamás, képzeld, de teljesen más a küldetésük, mint amit addig csinálnak. És ez olyan fantasztikus látni, hogy mikor ezt emberek meglátják, és utána elkezdnek azt szerint élni, és beengedik azt a életükbe, és párhuzamosan a jelenlegi életük mellett elkezdik csinálni azokat a cselekedeteket, és olyan gyorsan áll össze, és olyan fantasztikus változások vannak. Úgyhogy ez a negyedik állomás, és az ötödik, hogy, és ez most a
most a terv része, hogy ilyen tudatos közösséget kialakítani, és tudatos közösség klubot, ahol utána lehet találkozni. Ugyanis ilyenkor ezeken a találkozókon nagyon tudnak az emberek töltődni, egy magasabb rezgés szinten, frekvencián vannak már a tudatosan élő emberek, és akkor nagyon, nagyon tudnak töltődni egymásból is. Hát két dolog jutott eszembe, Nati. Az egyik, hogy ugye, amikor még nem is mondtad ki, hogy megfelelési kényszer, akkor már itt volt bennem, csak nem akartalak félbeszakítani, mert annyira jó volt hallgatni, amiről beszélsz. Szóval, hogy ugye el tudom képzelni, hogy ahogy az emberek tudatosan így rájönnek arra, hogy elengedték ezt a bizonyos megfelelési kényszert, ez megszűnt bennük, akkor azért ez egy óriási élmény lehet, mert hogy tényleg nagyon-nagyon sokunkban benne van egy megfelelési kényszer, hogy jaj, elég jó vagyok-e neki, és ő mit fog szólni, és hogy stb. És ez annyira nagyon benne van az emberekben, hogy ez valami hihetetlen. És ha ezt el tudják engedni, ez meg tud szűnni, akkor azért ez egy igazi ilyen megváltás lehet, nem, Nati? Így van, és én szétboncolom nekik, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ne, engem nem érdekel, hogy más mit mond. Tehát ezt nagyon egyszerűen ki tudjuk jelenteni. De amikor eljönnek egy elvonásra, akkor elkezdem szétboncolni, hogy oké, te is valakinek a gyereke vagy. Tehát gyerekként mi az? Hogy mibe szeretné a szülőnek megfelelni? Semmibe. És akkor hillanyukád, és akkor hogy? Akkor így beszélsz vele, hogy semmibe, stb. És akkor rájönnek, hogy aha, jaj, te azért beszélek vele így, mert a anyunak ez elvárása. És már is ott vagyunk, hogy akkor mi az elvárás. De addig még az ember így nem bontja szét, akkor nem látják tisztán. Akkor menjünk tovább a munkába. Mi az elvárás feléd? Mi az, amibe szeretné megfelelni? Tehát nincs olyan, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit mond, mert ugye lehet, hogy nem érdekel, hogy mit mond a szomszéd, vagy éppen a bevásárlás közben a faluban mit mondnak, vagy a városban, de hogy a munkában van megfelelési kényszer, de a pároddal szemben van megfelelési kényszer, stb. És biztos van. Ugye mikor így fölbontjuk nagyon-nagyon tudatosan és szakmailag, akkor nagyon gyönyörűen rálátnak arra, igen, ott van az a megfelelési kényszer. Belerakom minden esetben. Tehát már nem az őszintén, ő már nem azt élne maga, amit én szeretnék őszintén, hanem hogy a másiknak jó legyen. Hát igen, és végezetül még egy dolog, ami gyakorlatilag egy félrehallásom volt nekem az elején, amikor elkezdtél beszélni arról, hogy és amikor jönnek a hallgatók, és képzeld el, hogy véletlenül én egyszer úgy hallottam ezt, mintha azt mondtad volna, hogy véletlenül jönnek a hallgatók. És erről az jutott eszembe, hogy és tényleg, tulajdonképpen, amikor jönnek a halogatók, és azt mondják, hogy nem halogatom tovább, hanem most már teszek azért tudatosan, hogy megváltozzon az életem. És erről a félrehajlásról az jutott eszembe, Nati, hogy ez tulajdonképpen én annyira nem is hallottam félre, hiszen azok jönnek, akik nem halogatnak tovább. Jól gondolom? Így van, és én mindig ki is jelentem, hogy hozzám azok is jöjjenek csak, akik már döntöttek. Tehát nagyon sokan vannak, akik becsapják magukat az önismeret útján, tehát elindulnak az önismeret útján, és akkor például eljutnak hozzám, és azt mondja, ilyen büszkén mondja, hogy ő már 15 meg 20 éve járja az önismeret útján, és mondom, mire jöttél rá? Tehát a 15-20 éve egy kereső stádiumba, vagy a halogató stádiumba. Tehát mindent megtette azért, hogy csak ne kelljen szembenézni az igazi traumával, vagy az igazi problémával. És mindig azt mondom nekik, hogy na akkor gyere el hozzá, ha most már végre ezt a 15 vagy ezt a 20 évet szeretnéd befejezni. Akkor itt a helyen, ugyanis nagyon, nagyon kognitív vagyok, nagyon, nagyon őszintén, vagy ahogy emberek mondják, hogy beszólósan, és hogy péklapátütéseket kapnak, idézőjelben. Tehát komolyan nagyon őszintén mondom el, nem húzom a időt, és a végeredmény az az, hogy ilyen 8 hónap, max. 1 év után tudnak az emberek már
teljesen tudatosan, önmagukat látva változtatni az életükön. De olyan szép, csodás változások vannak, hogy igen, aki betegséggel jön, azok meggyógyulnak, aki párkapcsolati problémával jön, ők nem válnak el. Mindig azt mondom, hogy igen, el lehet válni. De a következő az ugyanolyan lesz, mint az előző, mert ugyanazokkal az energiákkal, ugyanazzal a félelmekkel vonzott be őt, tehát valójában csak csödörbe, vödörbe fogsz esni. Ha nem tudsz kijönni a jelenlegi pároddal, nem fogsz kijönni a következővel, és nagyon fantasztikus, hogy 80%-ban a párok együtt maradnak. Tehát azt kell mondanom, azt hiszem két pár ment szét az 5 év alatt, akikkel foglalkoztam, az összes többi rendbe rakta a párkapcsolatát. A munkával való kihívás is, azok, akik nem mertek például elindítani egy vállalkozást, mert mi az, ha kudarcot vallok, ugye újra a félelmek, mit fognak mondani a családba, az a szokás, hogy inkább a biztonságra törekedjünk, az pedig a munka, nem a vállalkozás, és akkor elindul egy másik úton, és sikeres benne, hogy ezek fantasztikus változások. Hát igen. Nos, kedves megszállító hallgatók, remélem, hogy néhány embernek sikerült ismételten felnyitni a szemét. Vicsápi Natália, tudatosság tanító változás nagykövet, a Nati Method megalkotója volt a vendégem. Nati, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál és megosztottad velünk ezeket az infókat. Én azt gondolom, hogy megint nagyon tanulságos volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen meghívást, sziasztok! Szia, szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.